Ő Clemente Hecheloy Ramusterier, a legendás Buena Vista Social Club egyetlen még aktív tagja. Gyerekkorában figyeltek már fel rá, és kiválasztották arra, hogy a zenekar tagja lehessen. Ma ő viszi tovább a zenei és szellemi örökséget, melyet a kubai kultúra világhírű nagykövete képviselt. Pienso que nada, que toda... Clemente azt meséli, a mai fiatal csapat már más zenei világot képvisel, éppen ezért át kellett dolgozni a legendás dolgokat, de ettől lett a Habana Social Club híres. Clemente hálát ad a sorsnak, hogy részese lehetett a Buena Vistának. Akkor a lehetőség, hogy a világba elvigyék a kubai zenét, óriási jelentőséggel bírt. Ma az internet világában már könnyebb nemzetközileg ismertnek lenni. De egy dolog nem változik, jó zenét kell csinálni, mondja Clemente. A Habana jelenleg egy közel 100 fellépésből álló európai turnén van. Meglepetés vagy nem, egy magyar producer, Tóth Gergely ápolja a zenekar európai programját. Gergő rendszeresen járt Kubába, és azt meséli, a filmekből ismert Havana már nagyon nem olyan, mint ahogy azt az emberek elképzelik. Havana kicsit fura lett. Tehát egy olyan 5 éves távlatban tudok én Kubánról beszélni, akkor voltam kint először, akkor még sokkal autentikusabb volt Havanna. Persze most is ugyanúgy megvannak a régi autók, stb. Egyebek, de valahogy elindult, hogy most a építési embargót azt fel megengedték, hogy most ilyen gombaként nőnek a szállodák, de nem tesz jót annyira neki ez az egész. Tehát olyan kicsit olyan fura. A vidék az teljesen. Tehát ha nem Havannáról beszélünk, például a Santiago de Cuba, ami régen a főváros volt, az még mindig az a régi, igazi, autentikus, szivarfüstös, éjszakás, kubás kaland. Egy 5 csillagos hotel aljában van egy olyan Buena Vista show, semmi köze egyébként a Buena Vistához, de egyébként sajnos, ezt azért tényleg azt kell mondanom, hogy sajnos, nyilván az összes ilyen bárban, meg ilyen helyeken autentikus zenét játszanak, de inkább csak a turistáknak. Tehát maguknak az öregek igen, és van egy-két ilyen feltörekvő srác, aki még így de inkább reggaetont hallgatnak. Tehát ez a Gente de Zona, Erika Iglesias, Ricky Martin, Maluma, ezek mennek, ezek a Daddy Yankee, ezek mennek, ami nyilván az öregeknek nem tetszik, de hát ez generációs különbség, ugyanúgy, mint nálunk. Az ottani életérzés, meg ezek a lazaság, az ember oda megy, és tényleg ki tudja magát pihenni. Tehát ez a rohanó élet valahogy így elsiklik fölötte, és egy ilyen, csak ők tudják ezt prezentálni, ezt a mennyánál, tehát majd holnap megcsináljuk, majd. Te nem az pucsot ilyen popáraik, tehát ráérünk, tehát egy nyugi van, tehát megcsináljuk. Pedig nincs semmiük egyébként, de úgyse lesz, tehát ez a hozzáállás, hogy úgyse lesz semmi, most sincs semmi, tehát akkor most minek haj csak annyira. És akkor egy ilyen az ember itt tényleg le tud ülni, tehát, és még az agya is lelassul, mert minden, tehát tök jó. Bizonyos szempontból tök jó, mert egyébként, ha meg sokat van kint az ember, akkor meg annyira lelassul, hogy megjön Európába, és nem újra fel kell venni a ritmust. Esküszöm.